Azt gondolom, hogy nagyon érdekes szummázata lesz az utolsó előadás a mai szekciónak, mert hogy miközben térben és időben olyan horizontok, tehát egy térben és időben olyan horizontokról beszélünk, ami az egyéni érzékelés, az egyéni perspektívát messze meghaladja, a közben a jövő tervezésének a hitelessége, a társadalmi részvétel képesség, vagy a tervezésnek a társadalom alakító szerepe nagymértékben múlik azon, hogy vajon mennyire tehetőek ezek a térben és időben kitágult folyamatok érzékelhetővé. Ezért nagyon fontos kérdés, hogy hogyan is érzékeli ezeket a folyamatokat a társadalom. Kezdhetem? Igen, bocsánat. Ez működik? Jó, rendben. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönjük szépen a meghívást. Félig én is beugró vagyok, mert Varjú Viktor kollégám sajnos váratlan esemény miatt nem tud részt venni ezen a mai rendezvényen. Így én fogom az egész előadást tartani, ami a Marci által ismertetett NATÉR projekten belül végzett kutatásunknak egy része. És a szervezők felkérésének megfelelően az ő általuk megadott kérdésekre szeretnék most nagyjából a lehetőségekhez mérten válaszolni. Ez pedig az volt, hogy a társadalom mit érzékel problémának, mennyire érzékeli a klímaváltozást problémának. A másik, hogy mennyire tudunk előre tekinteni ebben a kérdésben, a harmadik pedig az, hogy kitől várja a társadalom a megoldást ennek a problémának a terén. Az időrövidsége miatt a történeti rávezetésből inkább nem emelnék ki semmit, annyi a lényeget tulajdonképpen, hogy a széndioxidhoz kapcsolódó problémák már a 19. század óta ismertek, és a klímaváltozás ugye a 20. századtól kezdődően már egyértelmű, hogy ezzel összefüggésben értelmezendő. Először, mivel Marci nem eltett szót a projekt ezen részének módszertanával kapcsolatban, szeretném kiemelni, hogy miután a NATÉR adatrendszerébe megyei adatokat kellett szolgáltatnunk, ezért természetszerűleg megyei szinten is reprezentatív volt a felmérésünk, ugyanígy nemre, korcsoportra és település típusra reprezentatívan építettük fel a mintánkat. A lekérdezés 2015. szeptemberében és októberében zajlott, és telefonon keresztül sikerült 3269 embert megkérdeznünk a klímaváltozással kapcsolatos ismereteiről, illetve véleményéről. Az első kérdés az egy zárt kérdés volt, és csak a válaszok közül választhattak a megkérdezettek, hogy mennyire hallottak-e már a klímaváltozásról, és mit tudnak róla. Itt nagy arányban válaszolták azt, hogy hallottak róla, és nagyjából tudják is, hogy mit jelent. Ennyivel természetesen nem elégedtünk meg, hanem kíváncsiak voltunk erre, nyitott kérdés formájában is. Először arra kerestük a választ, hogy milyen okok váltották ki a klímaváltozást. Itt látható egy szófelhő arról, hogy milyen válaszokat adtak a válaszadók. Ha egy kicsit rendszerezni akarjuk, akkor láthatjuk, hogy elsősorban közlekedési eredetű okokat jelöltek meg, illetve a veszélyes üvegházhatású gázok, illetve a széndioxid kibocsátás szerepelt a legnagyobb arányban a válaszok között. Hogyha ezt releváns okok, illetve nem releváns okok szempontjából szeretnénk megragadni, akkor láthatjuk, hogy közvetett vagy közvetlen okokat azért a válaszadóknak a 85%-a meg tudott nevezni. Ugyanígy kíváncsiak voltunk arra, hogy a klímaváltozásnak milyen hatásai vannak, milyen jelenségekkel azonosítható a klímaváltozás, ami minket érint. Ugyanígy egy szófelhőben látható az eredmények részletessége. Hogyha ezeket is csoportosítjuk, akkor láthatjuk, hogy a felmelegedés, a jégtartós olvadása, illetve a különböző szélsőséges időjárási jelenségek azok, amelyek elsősorban születtek válaszként. Itt is láthatjuk a valódi következmények, illetve az egyéb válaszok megoszlását. És amire a kollégám direkt felhívta a figyelmet, az az, hogy elsősorban a fiatalok azok, akik az okokat és az okozatokat összekeverik, illetve fals válaszokat adnak meg. Tehát ez a többi korcsoportnál nem tapasztalható.
próbáltuk a klímaváltozást a egyéb társadalmi problémák rendszerében elhelyezni, illetve elhelyeztetni, és látható, hogy azért az országot jelenleg sújtó problémák között nem szerepel kiemelt helyen a klímaváltozás, átlagosan az ötödik, és így, hogyha a különböző válaszok megoszlását nézzük, akkor a hatodik helyen szerepel. Természetesen olyan problémák kerülnek elé, amelyeket az emberek a bőrükön jobban érzékelnek, mint például az egészségügy helyzetét. Hogyha ezeket különböző társadalmi mutatók szerint is megnéztük, de talán a területi lenne most érdekes, hogy a térképen a világossal jelölt területeken kevéssé tartják a klímaváltozás problémáját jelentősnek, és ugye ahogy színesedik vagy sötétedik a térkép, úgy jelölték meg megyei szinten egyre erősebb problémának a klímaváltozást a válaszadók. És itt térnék át akkor a kérdéseknek a második témakörére, hogy mennyire tudunk előre tekinteni. Próbáltunk valamiféle időtávlatban kérdezni az emberektől is arra, mert ugye magának a kutatásnak egy 50 éves távlatban kellett volna adatokat szolgáltatni, hát 50 évre azért nem nagyon kérdezünk előre az emberektől, hogy mire számítanak. Tehát a 20 éves időtávlatot választottuk, hogy a klímaváltozás hatására milyen mértékű változást prognosztizálnak a saját életvitelükben, életkörülményeikben. Látható, hogy a semmiféle változással nagyjából senki nem tudott azonosulni, viszonylag alacsony arányú azoknak az aránya, akik nem számítanak semmilyen változásra. A klímaváltozás és a migráció kapcsolata is egy fontos kutatási kérdés, és ez Magyarországot is érintheti, beköltözés szempontjából, illetve elköltözés vagy belső migráció szempontjából is. Ezt a kérdést is megvizsgáltuk, és a megkérdezettek egy harmada az, aki mondjuk a klímaváltozás hatásai miatt akár lakóhelyet is változtatna. Azon gondolkodom, hogy ezzel már ugrok el a következő kérdéskörre. Megvizsgáltuk azt, hogy mik azok a tevékenységek, amelyeket már megtettek korábban az elmúlt három évben, akár csak egyszer is a válaszadók a klímaváltozás elleni védekezésben, a lehetséges hatások mérséklésével összefüggésben. Itt három csoportra oszthatóak tulajdonképpen a megadott válaszok. A leggyakoribbak természetesen azok a tevékenységek, amelyek nem járnak kiadásokkal, vagy nagyon kicsi kiadásokkal járnak, esetleg még költségmegtakarítást is eredményezhetnek, hogyha a különböző energiahordozóknak a csökkentését ide soroljuk. A második csoport a közepes jellegű anyagi ráfordításra járó beruházásokat jelenti, amelyeket ugye részben támogatott is az állam, illetve az önkormányzati szektor, például a panelprogramok formájában. És látható, hogy a legalján vannak azok az igen költséges beruházások, amelyek szintén mérsékelhetik a hatásokat, illetve az alkalmazkodást is segíthetik. Azonban ezek természetszerűleg nagyon kicsi arányban fordultak elő a mintában. És az áldozatvállalásnak a szondázására két kérdést is megfogalmaztunk. Az első az volt, hogyha a környezetvédelmi szempontokat, vagy a környezetvédelmi hatásokat valamilyen féleképpen áruk vagy környezetbarát szolgáltatások igénybevételével mérsékelni tudnánk, akkor milyen többletköltséget vállalnának a válaszadók. Itt most a konferencia jellegéből adódóan a település típus szerinti egyébként szignifikáns különbségeket ábrázoltuk. Tehát minél nagyobb a település, annál nagyobb a többletköltség vállalásának a valószínűsége, és ugyanez igaz egyébként a társadalmi csoportok szerint, hogyha a jövedelmet, az iskolai végzettséget tekintjük alanyának. A következő, az már egy konkrétabb kérdés volt, hogyha megújuló energiaforrásból származó árammal válthatná ki a válaszadó a jelenlegi energiaszükségletének forrását, akkor ezért milyen mértékben lenne hajlandó magasabb költségeket fizetni. Itt is ugyanazt a trendet tapasztaljuk, tehát minél
magasabb a társadalmi státusza, illetve a területi státusza is a válaszadónak annál nagyobb áldozatra hajlandó. Ugye a harmadik és fő kérdés az volt, hogy kitől várják az emberek a megoldást a klímaváltozással kapcsolatos ügyek megoldásában. Hát legnagyobb felelőssége továbbra is a kutatóknak és tudósoknak van, azonban nem azt gondolom, hogy ez arra vonatkozik, hogy nekünk kellene megoldani, hanem esetleg az, hogy ez az a szektor, amelyik így az irányokat meg tudja határozni a politika számára, hogy merre érdemes elindulni. Azonban az is látszik az ábrából, hogy nem lokális problémának, vagy kevésbé lokális problémának tartják az emberek ezt a jelenséget. És még az is egy fontos dolog, hogy mint ahogy láttuk az előzőekben, hogy milyen áldozatot lennének hajlandóak vállalni, hogy az egyéni szerepvállalás is jelentős. És még egy dolgot szeretnék akkor elmondani. Konkrétan megkérdeztük egy nyitott kérdés formájában, hogy mit kellene tennie az államnak. Három válasz lehetőség volt minden egyes válaszadó előtt, és ezek összesítésével jött létre ez a szófelhő. Legnagyobb arányban a zöld energiáknak a támogatását emelték ki a válaszadók, tehát a kormányzat ebbe az irányba kellene, hogy elmozduljon. A kibocsátás mérséklés, a szelektív hulladékgyűjtés követi ezeket, illetve hát a közlekedéssel kapcsolatos problémák megoldása, illetve az ezekben való változtatások is jelentősek. Ezt még ábrázoltam település típusonként is, nagy eltérés nincsen, abból a szempontból, hogy az első két helyen mindegyik település típusban ezek a megoldási javaslatok fogalmazódtak meg. Ez egyébként Budapest, itt a forgalomcsökkentés is nagyon jelentős szerepet játszik, és ahogy haladunk a területi lejtőn, ez a városoknak az aránya, vagy a városokban élő lakosoknak által adott válaszok, ez pedig a községek, tehát egyre inkább a zöld energiától a kibocsátás mérséklés felé tolódnak el a válaszok. Ez talán így a vége. Ezzel szerettem volna zárni az előadást. Köszönöm.